A múlt század elején még Nyíregyháza és Kótaj közötti úgynevezett határrész volt, ahol gyümölcstermesztést folytattak. Ma pedig 100 éves évfordulóját ünnepli Nyírszőlős, ahol az egykori szőlőskertek emlékeit idézik az olyan utcanevek is, mint a Csabagyöngye, Rizling vagy az Izabella. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője szerint az itt élők erős identitással rendelkeztek, ennek köszönhetően tudtak önálló települést alapítani. Nehéz munkából éltek meg, szorgalmasak voltak, erős hitük volt, és önállóságot akartak bizonyos értelemben a többi településtől. 1922-ben megkapták ezt az önállóságot, ezzel éltek a két háború között, Nyírszőlős egy nagy község lett, saját képviselőtestülettel, 10 virilista, tehát saját adójogon bekerült képviselő, és 10 választott képviselő volt, saját jegyzője volt, intézte a saját ügyeit. Iskolát épített, templomok már voltak korábban is, de a templomokat is fejlesztette, tehát gyakorlatilag egy önálló település volt. Vinnai Győző hozzátette, a II. Világháború után Nyíregyháza erőteljesen fejlődni kezdett, és ennek során a megyeszékhely egyesült Nyírszőlőssel. A polgármester szerint az egyesülés mindkét település számára előnyös volt. Áprilisban 50 éve lesz, hogy Nyíregyházával egyesült Nyírszőlős. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat nyert mind a két település, és nagyon jó ez így, hogy Nyíregyháza tulajdonképpen közigazgatási területén belül, de megőrizve a Nyírszőlős nevet, ezzel az öntudattal erősödött. Én azt gondolom Nyíregyháza is, de Nyíregyházával pedig Nyírszőlős is, mert ráadásul egy két dinamikusan fejlődő településről van, szóval mi most már egy. A polgármester kiemelte, az elmúlt 10 évben a települést összekötötték az autópályával, és számos belső utat is felújítottak. Az önkormányzat következő terve, hogy a saját iskola és óvoda mellett saját bölcsödéje is legyen Nyírszőlősnek. Jászai Menyhért, Nyírszőlős önkormányzati képviselője, aki kutatja a település történetét, azt mondta, több száz éves lemaradást kell lefaragniuk az úthálózat fejlesztésével. 1941-ben egy képviselőtestületi ülésen hangzott az el, hogy itt akunk Nyíregyháza mellett egyetlen piacunk, Nyíregyháza, és nincs utunk. Tehát az, hogy az utak, járdák milyen állapotban vannak, és hogy azokat fejleszteni kell, ez egy örök kérdés, mert több száz éves lemaradást kell behoznunk ahhoz képest, aki már nagyon régen épít az útjait. Jászai Menyhért úgy látja, a település életében az alapközművek kialakítása mellett a legfontosabb esemény a közelmúltban az összekötő utak megépítése volt, amely a jövőben is folytatódik. A tervek szerint az északi elkerülő megépítésével bezárul a körgyűrű Nyíregyháza körül, amely jelentősen segíti majd a helyi közlekedést. A képviselő úgy véli, Nyírszőlős a jövő városa, amely a Sóstói Múzeumfalutól néhány kilométerre tiszta, nyugodt kertvárosi környezetet biztosít az itt lakók számára. A 100 éves évforduló alkalmából készült emléktáblát a Nyírszőlősi Általános Iskola falán helyezték el. Köszönöm szépen, hogy ismét jöttek. Gyere, gyere!